bizonyos párizsi stadionban nem olyan lehetett, mint a fehér cápa méhében? Egyszer próbáljuk már ki, hogy megvárod, amíg legalább 5 perc eltelik, hogy ilyen dolgokról beszélgess velünk. De komolyan. Tehát miért? Mondd el, mi történt ma, amíg eljutottál idáig? Hányan mosolyogtak rád a buszon? Tehát így valami, de erről fontosabb beszélgetni? Igen, mert erről nem akarok veled beszélni. Nézd, nem akarsz velem beszélgetni, hallod? Én egy remek példa, a négy mosolyogra. Borbé Szilárd akár-akár című előadásából következik számunkra Pilinszky János kázi oratóriuma, és itt sem kizárólag a halál téma az, ami foglalkoztat ott minket, és hát reméljük, hogy a nézőknek is kérdéseket tett föl azzal kapcsolatban, hogy vajon milyen társadalmi környezetben élünk ma, és mondjuk mit tudunk tenni egy D-típusú háború esetén, amikor megtámadnak bárkit, legyen az civil, és nem tudunk rá megfelelően reagálni. Mitől félsz? Azt hiszed, majd veled nem fog megtörténni? Hogy te elkerülheted? Mitől félsz? Félsz, hogy fájni fog? Mitől félsz? Miért nem akarod? Mitől félsz? Gyakorlatilag a kázi oratórium világ az egy párhuzamos világ a mai világunkkal, és hát azt is keresgéltük benne, hogy ebben az egyszemélyes társadalomban, amiben most élünk, ugye mindenki egy egó és egyedül az ő magányába beragadva éldegél, vajon nem lenne egyszerűbb csak a szeretet nyelvével közelítve egymáshoz ezt az egész témakört D-típusú háború megszüntetni. De nyilván ez egy utópia, de alapvetően ezeket a kérdéseket teszi fel az előadás. A botrányos szentség azt nem szabad külön választani, szóval ez egy, ami nekem egy nagyon-nagyon-nagyon kedvenc szó kapcsolatom Pilinszkytől, ez a kettő együtt mozog, ahogy az is, hogy a kázi lakók mit tudnak mondani a 21. század emberének, a darab esetében meg a Tamásnak, az Áginak és a Kornélnak. Mondok ezt a... Ó, oh, oké. Okay. Jó. Szeretem a történeteket. Egy történetet a jövőképedről, ahogy nagy, kövér, fehér cápává hízol. Jó? Jó. Ahogy ott állsz fent, mint nagy, kövér, fehér cápa. Ja, hol? Hagyjuk az Baladai homály, jó? Mert lelőjük a poént. Oké. Okay. Ott állsz fent, büszkeséggel, csak egyet felejtesz el, hogy mennyi kis fehér cápa tetemet kellett magad mögött hagynod azért, hogy elérd a célod. Meg tudsz ezzel bírkózni? Azik, 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 a baba, azik, 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 zselymes haja, csillagos ében néma szava. Aludj, baba, aludj, baba. Ez egy fekete komédiának íródott eredetileg, és az 1880-as években játszódik Oroszországban, de az engem nem igazán fogott meg az a világ, vagy hogy nem akartam egy ilyen jellegű dolgot csinálni, és igazából arra próbáltunk így rájönni, hogy hogyan lehet egy olyan formát találni ennek az egésznek, amiben nincs jelentősége sem a kornak, sem a helynek igazából, hanem tulajdonképpen így időn kívül vagyunk, és ezek a problémák, ezek bárhol, bármikor megtörténhetnek. Ha a koporsó üres, akkor az azt jelenti, hogy nekem szánták. Most mit csináljunk? Csak üljünk itt és várjunk? Vagy gyónjuk meg bűneinket? Ez az. Nem tartunk bűnbánatot? Bűnbánat. A nővérek az nekem arról szól, hogy a testvérek annyira szeretik egymást, hogy tönkreteszik egymás életét ezzel a szeretettel. És ez egy beszélgetésből kiderül. Ez egy este alatt játszódik. Egy tárgy bekerül a térbe, egy koporsó, és ez előidézi azt a beszélgetést, amiben felfejtődik a múlt. Van valami, ami nyomaszt? Bármi, ami nem hagy nyugodni? Mert nekem elmondhatod, és akkor én is elmondom neked.
Az az igazság, hogy nagyon nagy bajban vagyunk, mert ilyen teret nem fogunk tudni neki találni Budapesten. Annyira csodálatos, de ez nem tudom, hogy a nézőknek egyáltalán. Nekem feltűnt az, hogy a Hermina, Ánya, a nővérem pont úgy áll az első öt tábla alatt, hogy az első öt tábla ugye az Isten és az ember viszonyát írja le, és a másodikat az ember és az ember viszonyát, ahol én állok. És szóval, hogy valahogy ez így jellemzi ezt a két karaktert, idézőjelben, hogy hol mozognak. Felsegíthetem. Milyen kedves. És milyen szép órája van. Igen. Gazdag feleségemtől kaptam közvetlenül a halála előtt. Teljesen magamra maradtam, és most egyedül bolyongok egy hatalmas házban. Egészen egyedül. Megforgattuk a világot, és a világ forgott velünk. Éheztünk, fáztunk, és új indulókat tanultunk. Megtanultuk mi már ezt a harcot. Éheztünk, fáztunk, és kinyílt előttünk a világ. Gyerekkoromban, egészen gimnazista koromban hevert a könyvespolcomon a Borinotesz. És akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon jó lenne ez a páros, a Szilágyi György és a Borinotesz, mert a Borinotesz-re szokták egyben, vagy nem biztos, hogy ismerik, hogy ez egy 12 verses kötet. S volt ahová mindegy. Hova tűntek a bölcs porozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok. Visszafele kellene elkezdeni mondani a Borinotest, tehát nem a szöveget visszafele, hanem a sorrendjét, tehát az utolsóval kéne indulni, mint a halál előtti pillanat. Ugye ez van itt a darab végén is, hogy végül is ez egy lepereg az embernek a halál előtt egy pár másodperc alatt az élete. És akkor így lett a Borinotesz, és így lett a Szilágyi György, ami ugye meg egy nemzetnek, egy népnek, egy magyaroknak egy történelmi tablója, úgymond. Bíbor parázsom, ha kell, zuhanó lángok közt varázslom át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos bajban, veszélyben élő, vad férfiak fegyvert, s hatalmat érő, nyugalma nyugtats, mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő, józansága hull rám. Az van, hogy az elmúlt 100-150 évben, vagy még nem is tudom, még visszamehetünk, hogy nagyon sok minden ismétlődik, és nagyon sok minden visszatér. A történelemben visszatérnek fordulatok, visszatérnek elemek, és ezek nagyon, nagyon fájó bizonyos értelemben, meg bizonyos értelemben nagyon nyugtató, hogy ezeket valahogy mindig megoldottuk, valahogy tovább tudtunk lépni, vagy mindig volt valami megoldás. Ebben az országban mindenki félt. Féltek a tegnaptól, a mától, féltek a jövőtől. Bennünket is félelemre neveltek. Ne szólj szám! Nem szám! Ne szólj szám! Nem fáj fel! Mindig volt szegény, mindig volt gazdag. Imádkozzál és dolgozzál! Ez a világ rendje! Svi imamo iste probleme, imamo desničarske vlasti koje su uzurpirale demokratiju u zemljama u kojima živimo. Imamo taj neoliberalni kapitalizam sa svim njegovim strašnim pravilima koji uništavaju obične ljude, radničku klasu i prave neke druge prebogate ljude. Problemi su nam zajednički. U to ime verujem da ova predstava pripada podjednako i festivalu Masku u Segedinu i Crnoj Gori i Slovenije smo već igrali predstavu. Ali tada mali Amenko, pošto je bio dobar i skroman dečak, reče: Tatice, ja sam još suviše mali da bi se po meni zvala cijela jedna zemlja. Nek se po meni zove samo ovo mesto pod šljivom, a neka po tebi ime dobiju sva ova žitna i zelena prostranstva.
Tako naša zemlja dobi ime Srbija! Pa mi dalje tumačimo naciju kao nešto što je najznačajnije što imamo. Mi smo svi kao autorska ekipa na stanovištu da je potpuno apsurdno da mesto u kome smo se rodili, narod u kome smo se rodili, većinska religija koja pripada taj narod, boja kože, sve ono što nismo mogli da izaberemo svojim rođenjem, suštinski dugoročno određuje naše živote, što je potpuno apsurdno. Ovo je prvi put smo se sreli sa publikom koja ne deli zajedničku istoriju sa nama. I vrlo je važno da i ta publika umela da prepozna taj obrazac manipulacije zlom, manipulacije nacionalizmom, iskorišćavanje fenomena nacionalizma za nečije interese, i mislim da je to nešto što nije strano ni ovdašnjim ljudima.